utca zenével és Majorett előadással kezdődött a 89. ünnepi könyvhét megnyitója Nyíregyházán. A programok egy héten keresztül zajlanak majd a Kossuth téren, ahol hangversennyel, képzőművészeti foglalkozásokkal, valamint különböző előadásokkal is várják a látogatókat. A könyvtár vállalja azt a közvetítő szerepet az írók és olvasók között, mely a mai társadalomban nagyon-nagyon fontos, hogy a magyar irodalmat, a magyar kortárs irodalmat népszerűsítsük. De én úgy gondolom, hogy ahogy az országos szlogen is szól, hogy olvasó vagyok, ez így van, egyre népszerűbb az olvasás, hál' Istennek egyre több könyv születik, egyre több kortárs magyar íróval, költővel van lehetőségünk megismerkedni, és az ünnepi könyvhét nagyon jó lehetőség arra, hogy egy közvetlen, kötetlenebb formában, úgy, ahogy kezdetben még 1929-ben ennek a megálmodói eltervezték, úgynevezett ingújban találkozhasson az olvasó és az író, és egymásra találjon a mű és a befogadója. Az igazgató hozzátette, a rendezvény további célja, hogy a gyerekeket és a fiatalokat is megszólítsák és olvasóvá neveljék. Závada Pál író szerint egyre kevesebbet foglalkozunk az olvasással, és a kultúra, a művelődés és az oktatás sincs eléggé megbecsülve. Őszintén szólva, az az érzésem mostanában több buzdításra van szükség, mint korábbi években. Én ebben veterán vagyok most már. Elmondhatom, hogy korábbi könyveteken, hát azért kevesebb volt a protokoll és a csinnadratta, és több volt a könyv, és több volt az olvasó. Most meg már hát így elvétve jelennek meg kiadók és terjesztők a könyveikkel. Egy kicsit az az érzésem, hogy mintha így könyvhét alkalmával ki volna ez pipálva, pedig hát vidéki városokban, településekben különösen nagy jelentősége lehetne annak, hogy önkormányzatok és helyi intézmények, hát főleg ugye a könyvtár, az iskolák, a művelődési házak, amelyek hát bizony mostan nagyon le vannak gatyásodva ilyen tekintetben, kicsit ellentartanának annak, ahogy a kultúra ügye, a művelődés ügye, az oktatás ügye, hát hogy így számon van tartva, illetve hát nincs eléggé megbecsülve. Závada Pál hozzátette, fontos a fiatalokat arra csábítani, hogy odafigyeljenek az értékrendjükre és a minőség felé orientálódjanak. Erre pedig kiváló alkalom a minden évben megrendezett ünnepi könyvhét is.